Ausztriát és Bajorországot is elérte az ítéletidő Bécsben egy óra alatt, több eső esett, mint előtte két hónap alatt. Az elmúlt napok nyugat-európai árvizeiben már legalább 184 ember halt meg, 156 közülük Németországban. Az utcára hordták a hallaini lakosok az összetört bútoraikat és az árvíz után maradt többi törmeléket az ausztriai Salzburg közelében. Szombat este otthon ültünk és videókat néztünk a német árvízről, ám ekkor már jött is az ár. A víz gyorsan érkezett, eddig ért, mutatta ez a helyi lakos. Ezen az amatőr felvételen pedig jól látszik, mekkora víz árasztott el Hallein óvárosát. Az ár gépkocsikat sodort magával. Ausztria nyugati részén a heves viharokat követően több folyó is kilépett medréből, és óriási károkat okozott. Salzburgban és Tirolban évtizedek óta nem tapasztaltak ilyen magas vízállást. A víz településeket árasztott el, földcsuszamlásokat okozott, a viharfákat csavart ki. A határ túloldalán, Bajorországban is hatalmas pusztítást végzett az ítéletidő vasárnapra virradóra. Berchtesgaden közelében az utak járhatatlanná váltak a hirtelen lezúduló hatalmas mennyiségű víz miatt. Vasárnap elérte a vihar Németország keleti részét is. Ezek a felvételek egy szászországi településen készültek, a víz az utcákon hömpölygött. Az ország nyugati területein, ahol levonult az ár, már nagy üzemben takarítanak. A civil lakosságnak a német hadsereg is segít, de más településekről is érkeznek segítők. Egy közeli városból jöttünk. Amikor megláttuk az első képeket, rögtön tudtuk, hogy segítségre van szükség, mert ezeket a romokat nem lehet egy nap alatt eltakarítani, mondta ez az önkéntes. Az árvíz sújtott a településeken, Angela Merkel személyesen tekintette meg a károkat. A kancellár szürreálisnak és rémisztőnek nevezte a helyzetet. A mentő alakulatok közben átnézik az árvíz által elsodort gépkocsikat, nem maradtak-e bennük áldozatok. Németország nyugati részén egész településeket pusztított el az árvíz. Az elmúlt napokban több tízezer embert kellett evakuálni. Ráadásul még mindig fennáll a veszély, hogy átszakad a Steinbach-tágát Észak-Rajna-Vesztfália tartományban.